Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. És azzal kapcsolatosan, ami mai közös beszélgetésünknek, gondolataink megosztásának a részemről a fő vezérfonala, ezt pedig én arra gondoltam, hogy nem az adventi koszorúról beszélek, nem a gyertyákról, ezekről már korábban volt szó, hogy melyik mit jelent, hanem én arra gondoltam, hogy azokat a szentírási részeket próbálom egy csokorba összegyűjteni, amely elhangzott advent első, második, harmadik, illetve majd fog advent negyedik vasárnapján hangozni. De mielőtt erre rátérnék, hadd említsem meg a kedves hallgatóságnak, hogy a második vatikáni zsinat után azért, hogy az emberek a szentírás mind több részével találkozzanak, felosztották úgy az egyházi évet, hogy van az A év, B év és C év. Most éppen a C évet éljük. A évben elsősorban Máté evangélium a meghatározó, B évben Márk, és hát C évben pedig Lukács evangéliumát hozza a megfelelő perikópa rendszerünk, amelyet ugye egyházunk előír, és ennek következtében a havonta megjelenő kis adorémuszt, amelyet ha az ember beszerez magának, lehet a Fülöp-szigeteken, lehet kint Angliába, mint ahogy ma mondta egyik testvérünk, hogy megy ki Angliába, de az adorémus mindig viszi magával, és ennek következtében tudja követni az ott levő liturgiát. Én most csak a C évre koncentrálok, és össze is gyűjtöttem egy ilyen kis füzetecskébe, illetve hát egy lapra, a négy adventi vasárnapunknak a perikópáit. Mi több nem csak a perikópának a számát írtam fel, hanem magát a szentírási részt is. És engedjétek meg, hogy mindegyik vasárnaphoz kiemeljek egy-egy mondatot. Advent első vasárnapjánál, amikor Jeremiás prófétától hallunk, hogy azokban a napokban, abban az időben igaz sarjasztok Dávidnak, azután a Szentleckében 1 Thessaloniki 3.12.4.2 gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt. És Lukács evangéliumának 21. fejezetéből megrendítő gondolatok hangoznak el, az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek, akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Mindegyik rész valami módon ezen az adventi első vasárnapján arra utal, hogy az Isten valami egészen újat akar hozni számunkra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy valami újjáteremtés elkezdődik az adventtel, amely aztán húsvétkor teljesedik be a maga beteljesedett szavában, mint amit Jézus mond, Jézusnak a feltámadásában. Valami újat, amely mivel kezdődik, és erre utal a evangélium, Lukács evangéliuma, világ összeomlással. És döbbenetes, hogy az egyházi év első vasárnapján egyházunk azt mondja, hogy ennek a világnak az erői összeomlanak. És tudjátok, ezzel arra akar utalni mindannyiunk számára, hogy azok, akik rálépnek a megtérés útjára, azok számára is minden, de minden, ami addig fontos volt, meghatározó volt, összeomlik. Hadd említsem meg, korábbi életüket összetartó erői megrendültek például Szent Ágostonnak, Ferencnek, és azután a bűnbánatnak az útjára léptek, és lett belőle Szent Ágoston, illetve lett belőle Szent Ferenc. És tudjátok, én azt gondolom, hogy a mi életünkben is be kell következnie valami módon ennek a világ összeomlásnak, azért, hogy mi magunk is megláthassuk majd az emberfiát, és az emberfiában felismerjük, Jézusban felismerjük az emberfiát, mert azért van szükség erre a világ összeomlásra, kívülről is, belülről is, mert mi a bűnbeesés óta tudomásul kell vennünk, hogy nem az Isten világában élünk, amelyet a Biblia így fogalmaz meg, hogy a sötétségben járjuk életünk útját, és az Isten ebből hív bennünket a világosságra,
mint ahogy az advent gyertyái is jelzik, ahol aztán megtapasztaljuk Jeremiás prófétának 33. fejezetének 16. versében levő mondatot: ha kilépünk a mi világunkból és belépünk az Isten világába, ahol valóban az Úr a mi igazságunk. Advent második vasárnapjának ezt a mottót adhatnánk, hogy hallgatni, hogy kiálthassunk. Akkor Báruk próféta 5. fejezetéből hangzik el 1-től 9. versig: Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét. Filippiekhez írt levél 1. fejezetéből idéz a Szentírásunk: bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Illetve az evangélium: a pusztába kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját, azaz Lukács evangélium a 3. fejezetéből a keresztelőnek a példáját hozza számunkra advent második vasárnapja. Itt tudjátok, azt akarja elmondani számunkra a Szentírás, az első vasárnap ugyanaz volt, hogy megrendülnek a világ erői. A második vasárnap szinte ezt úgy megerősíti, ráerősít arra, hogy az igenis az Isten tesz értünk, cselekszik értünk emberekért, és az Isten cselekvését akkor fogjuk felfedezni, hogyha mi magunkra öltjük azt a díszes ruhát, amit az Istentől kapunk. Báruk prófétánál hallhattuk ezt: hallgatni, hogy kiálthassunk. A pusztába kiáltónak a szava, mint ahogy Izajás prófétát idézi Lukács evangélista, az nem más, mint keresztelő János. Szoktuk mondani, ott van a magyar mondásunkban, hogy falra hány borsó. Hogy az ember mondhatja, úgyse hallgatják meg. És az Isten mégis küldi az ő követét, a pusztába kiáltó szót, hogy készítsétek az Úr útját. Az Úr már nagyon sok lépést megtett felénk, most nekünk is el kell feléje indulnunk. Hogyan? Úgyhogy azt a ruhát, amelyet ő maga ad nékünk, mint ahogy Báruk prófétánál olvashattuk, azt nekünk magunkra kell vennünk. Azután a 3. vasárnap, amelyet így is szoktunk nevezni, hogy az öröm vasárnapja, és az a gyertya mindig egy kicsit más színű szokott lenni, már mint rózsaszín. Azon a vasárnapon Szofóniás prófétától olvasunk: ne félj Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetéből, 4.-7. vers: örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek, ember szerető jóságtokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. És Lukács evangéliumának a 3. fejezetét folytatjuk, amikor keresztelő ott van a Jordánnál, és mennek ki hozzá a nép, az emberek sokasága, a vámosok és a katonák is, és mindenkinek ez a kérdése, hogy mit tegyünk. Azt nagyon jól tudjuk, hogy ha semmit tevők vagyunk, akkor nincs örömünk. Lehet, hogy múlatjuk az időt, de nem veszük észre, hogy az idő pedig mulat bennünket, és vége lesz előbb-utóbb az életünknek, és örömöt nem találtunk. Gyönyört lehet, hogy találunk, de a gyönyörnek mi lesz az eredménye? Egyre nagyobb sivárságot fog az ember az életében megélni, és nem békesség költözik az ember szívében. Ha az ember békességre törekszik, azaz keresi az Istennel levő kapcsolatot, Uram, mi mit tegyünk, én mit tegyek, akkor, ha meghallom az Úrnak a szívemben szóló hangját, akkor is megteszem, akkor oda béke fog költözni, és meg fogom tapasztalni karácsony örömét és békéjét. És fontos, hadd emeljem még azt ki, hogy a Filippiekhez írt gondolatait Pál apostol éppen börtönből írja. Börtönben, és nem azt mondja, hogy a gyerekek, én nagyon szomorú a helyzetem, mert itt vagyok a börtönben, hanem azt mondja, hogy örüljetek az Úrban. És tudjátok, mi is azt mondhatjuk, hogy Atya, de hát itt van ez a sok nyomorúság, ami körbevesz bennünket, a sok békétlenség, a sok bűn. És aztán az ember, hogyha őszinte, akkor nem csak körbevesz bennünket, hanem ott van bennünk is,
de ezek közepette is azt mondja nekünk, örüljetek az Úrban, mert az Úr kivezet ebből az állapotból bennünket, és elvezet Betlehem fényéhez, öröméhez. Advent 4. vasárnapja pedig, Mikeás próféta, te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből emel ki részt, íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. És Lukács evangéliumából pedig az, aki teljesítette az Úrnak az akaratát, Lukács 1.39-45, mikor Mária útra kelt a hegyek közé, Júda egyik városába, Ein Karimba sietett, úgy, ahogy nekünk is az megadatott, amikor februárban kint járhattam a Szentföldön. Ez a 4. vasárnap megmutatja azt, hogyha befogadtuk Isten békességet munkáló jelenlétét, akkor ezt a békességet, amely bennünk, hogyha megfogant ugyanúgy, mint Máriában az Úr Jézus, már pedig karácsony erről szól, akkor nekünk is ezt a titkot, ennek az örömét vinnünk kell, épp úgy, mint ahogy Mária vitte Erzsébethez, és a vele való találkozásban csodálatosan kibontakozik az az öröm, amely aztán tudjuk, majd karácsony szent éjszakáján betölti Betlehemet, és Istennek legyen hála, azóta is betölti az egész világot, és mindazoknak a szívében, lelkébe örömöt és békességet hoz, akik őt befogadják, és engedik, hogy megszülessék az ő szívükben. Számunkra a mostani szentírási részek így Lukács evangéliuma alapján ide vezettek el, és majd ezt én fel is fogom tenni a honlapunkra így összegyűjtve, hogyha valaki szeretné, akkor nyugodtan ott majd le tudja tölteni. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és talán megijedtünk András atyának az ige csokrától, hiszen számtalan ige részt az Ószövetségből, Újszövetségből sorolt itt nekünk, amelyek a Krisztus születésére készítenek elő bennünket. És amikor olvasuk a Szentírást, akkor azt tapasztaljuk, hogy minden ige a Krisztusra vezérel minket. Az Advent előkészít bennünket Jézus születésére, és ahogyan a Szentírás ige versei a Krisztusra mutatnak, úgy, amikor olvassuk a Szentírásban a születés történeteket, akkor is el tudunk gyönyörködni azon, hogy hogyan lesz egészé a különböző evangélistáknak a látásmódja. A Máté is és Lukács is elvezet bennünket Betlehembe. De miért éppen Betlehembe? Mennyivel kézenfekvőbb lenne, hogyha ott születne meg Krisztus, ahol a templom van, ahol ezer esztendős királyi vár van, ami a római birodalomnak is egy nagyon fontos székhelye, hiszen erődítményt is építettek Jeruzsálembe. És mégis Jeruzsálemtől nem messze egy kis falucska, Betlehem, nem nagy hely. Olyan ez, mintha valaki a főváros helyett kis Tarcsán látná meg a napvilágot, és ez lenne a fontos, hogy ő ott születik. Betlehemnek egyetlen egy érdekessége van, egyetlen egy fontos emléke van, méghozzá az, hogy ebben a helyiségben látta meg a napvilágot az a pásztor fiúcska, akiből később Dávid király lesz. Dávid városának is nevezik Betlehemet ezért. És Dávid királyhoz tudjuk, hogy sok király személyéhez sok profécia kapcsolódik, hiszen Isten megígérte neki, hogy az ő utódainak adja a királyságot, és az ő királysága fennmarad. És ha dinasztikus módon, vagy politikailag ez
nem is úgy teljesedett be, mégis Krisztusban a lelki királyság jött el ebbe a világba, és töltötte be a Dávidnak megígért proféciákat. Igen, Jézus lelki értelemben király és uralkodó. És azért is fontos ez nekünk, mert mi olyan nagyra tartjuk a földi hatalmasságokat. És olyan ritkán gondolunk bele, hogy mennyivel nagyobb a lelki, akinek a lelkében a Krisztus a király, az képes arra, hogy a földi hatalmasságokkal szembe menjen. Tették ezt az előttünk járók, amikor gyülekezési tilalom volt a 48-as szabadságharc után, az eleink összehívták a református zsinatot, és meg is érkeztek a császár katonái oda, és közölték, hogy a császár nevében bezárják a zsinatot. És azt mondta akkor az elnök, hogy én pedig a királyok királya nevében megnyitom. És úgy lett. Tehát szembe lehet menni, akinek a lelke felett van király, annak nem olyan fontos a földi hatalmasság. Egy hadifogságot megjárt ember mesélte, hogy behívatták egyszer a vezetőségre, és arra akarták rávenni, hogy a többiekről információkat szolgáltasson a többi hadifogolytársról. És ő azt mondta akkor, hogy én hitben nevelkedtem, nekem Krisztus az Uram, én ilyet nem tehetek. Itt tarthatnak 10 évig, akármeddig, én ezt nem teszem. És arra számított, hogy az a parancsnok, aki beszélt vele, az majd mindent elkövet azért, hogy megnehezítse a hadifogsága idejét, ehelyett mindent elkövetett, hogy minél hamarabb szabad lehessen. Tehát akinek a lelke felett király van, az tud szembe menni a földi hatalmakkal, és tudjuk azt, hogy nagyon sok, nagyon nehéz helyzetben lévőt, recsk fogjait erősítette napról napra az, hogy nekik, a lelküknek Krisztus volt a királya. Aztán fontos a születés történetekben a név, nevezd annak nevét, aki majd születik Jézusnak. Gyakori keresztnév volt ez abban az időben, és a mi megváltónk azért kapta ezt a nevet, mert a héber Jehósua azt jelenti az Úr szabadítása. Jézusnak kell nevezni, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. A mi népünknek is. Azt gondolom, hogy ezen a karácsonyon, ezen el lehet gondolkodnunk mindannyian. Mindannyiuknak egyetlen útja van a bűneiből való szabadulásra. És ez Jézus. Ő úgy szabadít meg, hogy kinyitja, felnyitja a szemünket, hogy a földi világból átlássunk az Atya világába. A mátéi híradás Jézus születéséről még a napkeleti bölcsek történetét hozza elénk. Ebből szeretnék, vagy ebből a történetből kiindulva egy-két gondolatot még megosztani a testvérekkel. Ugye Jézus születését az égen feltündöklő erős fényű csillag jelezte, ez indította el a napkeleti bölcseket, hogy elinduljanak Jeruzsálembe. Utólagosan ugye a csillagászat rekonstruálta ezt a égi jelenséget, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása egy új világkorszak beköszöntét jelentette, és a csillagászoknak a jelképrendszerében a Jupiter
a megváltó, a világ megváltóját jelképezte, a Szaturnusz pedig Izrael királyát, tehát ezért indultak ők Izrael felé. De miért fontos nekünk éppen ezen az adventen, karácsonyi készületünkben a tudósok eljöttéről szóló híradás? Azt gondolom, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy csak az a tudás ér valamit, ami Jézushoz vezet. Elfelejtettük ezt már. A régiek tudták. Ezért mondták azt, hogy a filozófiára, a más tudományágakra is, hogy azok a teológia szolgáló leányai. Vagyis azt mondták ezzel, hogy a legfontosabb tudomány az a teológia. Az Isten megismerésének a tudománya. Az a tudomány, amely segít az Isten ismereten keresztül megismerni azt is, hogy mi magunk kik vagyunk. Megismerni azt, hogy Isten gyermekei és szerettei lehetünk. A mai tudomány arról beszél, azokról a felfedezésekről ad hírt, amik kényelmünket szolgálják, vagy amelyek a mi egészségünk fennmaradását, vagy fiatalságunk megőrzését szolgálják. Nem tudom, csak satszolni tudok, de szerintem 90%-ban a tudomány ezeket hozza ma elénk. De ezek vajon közelebb visznek-e minket a lényeghez, ahhoz, hogy mi az Isten gyermekei lehetünk. Aztán szoktunk úgy gondolkodni a tudományról, a tudásról, hogy az hatalom. A tudatlant maga alá gyűri a tudás. A napkeleti bölcsek azért indulnak el, hogy ott a Jászol bölcsőnél hódoljanak Krisztus előtt, oda boruljanak elé. És számukra a tudás az megtalálássá válik, és a megtalálásban egyfajta megtisztulássá válik. Megtalálják a megváltót. Tehát az ő tudásuk nem arra van, hogy lenyomjanak általa másokat, hanem arra, hogy ők maguk jobbá legyenek, hogy lemesebbekké legyenek, és mások szolgálatára lehessenek. Föl kéne újra fedeznünk a bölcsek képében a tudománynak ezt a drága ajándékát, és a tudásnak ezt az drága ajándékát, hogy Krisztushoz vihet bennünket. Örömömet fejezem ki először is, azokat látva, akiket eddig még nem láttam így itt körünkben, és örömmel látom a megszokott érdeklődőket is, mert valóban adventben, várakozásban lehetünk, és nem mindegy, hogy milyen várakozásban. Élő reménységben, vagy pedig halott reménységben. Hiszen az élő reménység az Isten ígéreteire épül, azokat várjuk beteljesedve, amit Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban megígért. A halott reménység pedig a mi elképzeléseink világa, nagyon sok mindent remélünk, szívünk vágya, álmodozásai, ha nem teljesülnek, még csodálkozunk is, pedig semmi csodálnivaló nincs azon. Semmi ígéretünk nem volt arra nézve, hogy minden kívánságunk teljesedik. De Istennek minden ígérete beteljesedik. Amikor megkaptuk ennek a ma estének vagy délutánnak a tartalmát, mint lehetőséget, kíváncsivá tett engem is, hogy a római katolikus egyház sajátossága advent időszakában és a református egyház
sajátos tanítása hogyan jelenik meg. És figyeltem is, hogy vannak-e azonosságok az evangélikus egyháznak a tanítása és a más népegyházi felekezetbeli tanítások között. Hát vannak hasonlóságok jócskán. De a hangsúlyt az evangélikus egyházunk tanítása a visszaérkező Krisztusra helyezi. Tudunk mi arról, hogy volt egy első adventi időszak, várakozás időszaka, különösképpen Izrael népe történetében, évezredeknek a távlatában. Proféciák, amit meghirdettek, hogyan teljesedik, hogyan érkezik a megváltó Krisztus, a Messiás, milyen hatalommal, hogyan ül be Dávid király székébe, és valósítja meg az egész világon királyi uralmát, hatalmát, hogy mindenek meghajolnak előtte. Igen, várták, de ez még mind, ez ideig nem teljesedett be. A megváltás beteljesedést nyert. És most arra szeretném a figyelmet irányítani, ami az evangélikus egyházunknak a tanítása szerint, és itt van hasonlóság, mert óegyházi perikópa rend szerint van nálunk is a tartalom megfogalmazva. Az első adventi vasárnapnak és adventi hétnek az üzenete így fogalmazódik: új kezdet, megtérésre hívó szó hangzik. Új kezdet. Tehát két advent között vagyunk, az első adventi időszak beteljesedése Krisztus érkezésével, megváltó munkájával végbe ment. A második adventi időszak megint csak évezredek kérdése, hiszen már második évezredet tölti az emberiség azóta, és várjuk visszaérkezését, dicsőségben való megjelenését. És addig, míg megjelenik, minden ember lehetőséget kap egy új élet kezdethez. Megtérés által, Krisztushoz térés által, Krisztus uralmának elfogadása által. Én is hoztam igéket, de nem sokat fogok felolvasni azok közül, ami sajátosan ezt a tartalmat megfogalmazza. Róma 13-11-től, tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom az igét. Tehát a 13. fejezet 11. versétől. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk. Nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tehát az éjszaka elmúlt, tulajdonképpen egy szívbeli állapotnak a megfogalmazása ez. A tanácstalanságnak, a tépelődésnek, a botorkálásnak a megfogalmazása, amikor olyan nagyon bizonytalan az ember, és nem tudja, hogy melyik irányba lépjen. Ha lépek, lesz talaj a lábam alatt, nem lesz talaj a lábam alatt, nem fogok-e nagyot csalódni. Nagyon sokféle értelemben éljük át ezt minden napon. Családi szinten, munkahelyi kérdésekben, közösségi kérdésekben egyaránt. Vessük el a sötétség cselekedeteit. A magunkat féltő, magunkat szerető cselekedetek. Magunk érdekeit szem előtt tartó cselekedetek, sötétség cselekedetei. Öltözzük fel a világosság fegyvereit.
a sötétség cselekedetei tulajdonképpen a testnek örömét keresi és munkálja. Ilyen módon beszél az apostol dobzódásról, részegségről, bujálkodásról, feslettségről, versengésről, irítségről. De mit jelent felöltözni a Krisztust? Krisztus alázatát, Krisztus engedelmességét, szelídségét, hűségét, szolgálat készségét, önfeladását felöltözni. Megtérés nélkül ez nem fog menni, hiszen magunk természet, a velünk született természete nem erre hajlik. És éppen ezért az új kezdetet tárja elénk advent első vasárnapja, és megtérésre hív. A megtérésnek a kérdése pedig felismerés, hogy milyen irányt vett az életem, és ameddig nem, és nem ismertem Isten kegyelmét, mely Krisztusban megjelent, és haladtam ezen az úton, megállok. Krisztus szavára megfordulok, és most már nem Istentől távolodóban, hanem Isten felé közeledőben, Isten felé haladok. Tehát ez a megfordulása a megtérésnek talán az egyik legszemléletesebb megfogalmazása, ahogyan ezt egy katonatiszt megfogalmazta. Nagyon egyszerűen, három parancsban: állj, hátra arc, indulj. Ez a megtérés. A másik vasárnap, advent második vasárnapja ezt a tartalmat hordozza: ítélet előtt, kegyelem alatt. Ez azt jelenti, hogy a megváltó munka el lett végezve. Váltság tehát volt. Válság lesz. A megváltás munkáját, aki nem tudja megragadni, és nem tudja maga számára személyesen értelmezni, arra jön egy nagyon válságos időszak. Mégpedig az ítéletnek valami rettenetes, félelmetes várása. Egy igét olvasok Lukács 13:6-9-ből, az Úr Jézus Krisztus beszél a terméketlen fügefáról. Amikor azt mondja az Úr a kertnek gazdája, a vincellérnek, hogy terméketlen ez a fa, vágd ki azt. Miért foglalná a helyet hiába? Mit mondott a vincellér? Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom, megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ezen az advent második vasárnapján tehát önvizsgálatot tartunk, megvizsgáljuk, milyen termése van a mi életünknek. Mert a terméketlenség kérdése az tulajdonképpen olyan, hogy lehet egy fának gyönyörű lombozata. Nagyon szép zöld levelei vannak, de egy gyümölcsfát nem ezért ültetünk a kertünkbe. Hogy valami szép lombozata legyen, hanem élvezhető, zamatos gyümölcsöt hozzon. És Isten bennünket nem azért ültetett, akár csak egy családi körbe, vagy akár melyik közösségnek a tagjaként, hogy zöldeljünk, és talán magunkba szívjunk táplálékot, jól érezzük magunkat, szépen zöldelő életek vagyunk, és semmi haszna senkinek, mi belőlünk. Különösképpen nem Istennek. Hát Isten a hasznot keresi. Hasznára vagyunk-e? Hasznára vagyunk-e számára, vagy hasznára embertársaink számára?
És éppen ezért fontos megértenünk az intést. Galata 5:16-26 szerint szellem szerint járjatok, a test kívánságát véghez ne vigyétek. És a test cselekedetei fel vannak sorolva, amit most nem fogok felolvasni, de a szellem gyümölcseit megemlítem. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Hogyha karácsony közelettével újra és újra előkerülnek a karácsonyi díszek. Nem tudom, hogy ki hol tartja szekrénynek, fiókjában, szekrénynek, tetején, dobozban, nálunk ott van. Na most, amikor előkerülnek ezek a díszek, és kezdjük aggatni majd ugye a fára. Hát, tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem a fenyőfa gyümölcsei ezek. Nagyon jól tudjuk. És olyan idegen is. Ha tudna beszélni az a fa, akkor megkérdezni, hogy hát mit csináltok ti? Hát ez nem az én termésem. Legfeljebb, ha tobozokat aggatnátok, akkor na hát akkor igen, ez tobozokat, na. De hányszor van úgy, hogy megpróbálja az ember magára aggatni a türelmet? És távol áll tőle a szelídséget, a jóságot, a hűséget, megpróbálja mutatni a hűséget. Aztán egy rövid idő után kiderül hűtlensége, kiderül türelmetlensége. De az a fa nem tudja megteremni a szellem gyümölcseit, amelyik nem gyökerezik Krisztusban. Tehát ahhoz először is átültetése van szükség ennek a fának. Mégpedig a Krisztussal való közösségbe kell belegyökereznünk. Megtérés volt az első adventi üzenet, vasárnap üzenete. Megtérés által az őszinte bűnbánat és önfeladás által Isten ajándékozza az új természetet. Addig, amíg az ember csak egy valamit gondol rossznak, hát az is már nagy kegyelem, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én soha semmi rosszat el nem követtem, és kezdi sorolni, nem loptam, nem hazudtam, házasságot nem törtem, és sorolja, hogy mit nem csinált. És hogyha megkérdezek egy valamit, teljes-e a bizalma az ő teremtője iránt? Ráhagyatkozik-e Isten tervére, akaratára? És akkor már is elkezd egy kicsit gondolkodni, és kezd arról beszélni, parancsolatok, hát azért nincs olyan ember, aki ne vétkezne, és talán még mondja is, hogy a lónak is négy lába van, mégis megbotlik, és kezdi magyarázni, mindenkinek van valami gyengéje. Olyan döbbenetes. Mit kell megértenünk, meglátnunk? Nem csak egy-egy rossz gyümölcsét a mi életünk fáján, hogy hazudtunk, amit mi nem is hazugságnak nevezünk, hanem füllentésnek. Aztán valamikor valakit becsaptunk, megsértettünk, és utána azt mondjuk, hogy csak vicceltem. És akkor kezdjük mindig magyarázni, ami súlyos. Mások számára álmatlan éjszaka és mindenféle belső fájdalom, nekünk meg olyan könnyelmű cselekedet. De mit értünk meg ezekből az üzenetekből? Ha Isten előtt őszinte a leborulásunk, nem csak egy-egy bűn vagy engedetlenség láttán, hanem az egész velünk született természetet ítéljük rossznak, és önmagunkat halálba adjuk, vagyis Krisztus halálában részeseké válunk hitáltal, akkor adja nékünk a Krisztusban való új életet. És ez az újonnan született élet teremheti meg csak a gyümölcsöket. A harmadik vasárnap senki meg ne tévesszen titeket, üzenetet hordozza egész héten, mert igen nagy a megtévesztés. És az ördög világosság angyalaként is tünteti föl magát, hogy sokakat elhitessen.
És a legnagyobb ravasság az ördögnek nem abban áll, hogy volt ateizmus, meg materializmus, meg volt mindenféle kommunista ideológia. Nem ebben áll a legnagyobb ravassága, hanem az, amikor vallási köntösben jelenik meg a hamissága. Amikor megjelennek a papok, a főemberek, egyházi főemberek, és tévtanításokat tárnak a nép elé. Amikor Isten igényének meghamisításával állnak elő. Az ördög sem úgy kezdte az Úr Jézus Krisztus megkísértésének történetét, hogy egyértelműen a legveszedelmesebb csellel állt volna elő, de amikor látja, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten igényére hivatkozva válaszol, amikor azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. Jézus válaszol. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéje van, ez, hogy szájából származik. Na ezt követően az ördög is igéket alkalmaz. És igékkel próbálja az Isten fiát eltéríteni az ő megváltói szolgálatától. Senki meg ne tévesszen titeket. És a Kolosszi levél második fejezetéből olvashatunk sok drága igét, a helyes Isten ismeretről, hogy Istent megismerni, mint atyánkat, és Jézus Krisztust, mint megváltó urunkat, a Krisztusnak a titkát megismerni. A Krisztus titka a Krisztusban hívők gyülekezete, a Krisztus test. Az igazán Krisztust hordozók, az igéből élők, a Krisztus gyülekezete. Nem egyszerűen az, akikre a szentelt víz a keresztségkől rá lett hintve. Mert vannak ugye, akik azt mondják, hogy a víz megvan hintve, vagy megvan keresztelve, az ő keresztjén, ő Jézus Krisztus követője le. Nem, ez hazugság. Az csak jelkép az a víz. Isten igéjét jelképezi mindig a víz az ige által. És aki az ige által megmosódik, sőt megfürdik, és Isten igéje által él, az igen, azt Isten Jézus Krisztusban helyes ismeretre vezeti. És Krisztus által, aki meghal önmagának és él Krisztus által, él vele, az nem lesz mentes a próbáktól és a kísértésektől, de megőrzi őt Isten igéje, amely a szívében él. A negyedik vasárnap üzenete, menjetek eléje örvendezéssel. Krisztus jön, visszaérkezik, mint hatalmas Úr király. Hálaadással, örvendezéssel, folyamatos haladás Krisztus felé, szavainkban és cselekedeteinkben. Ha nem Isten igéje által szólunk és cselekszünk, akkor nem Krisztus felé, nem az ő várására megyünk, hanem még mindig távolodunk tőle. És a dicsőségben megjelenő Úr elé hogyan megyünk? Bele. És ez az, ami az értelmünket nagyon is meghaladja, hogy miközben mi Krisztust hordozókká lettünk, és az ő igéje tanácsol és vezet bennünket, mondhatná valaki, hogy várjuk a visszaérkezőt, ha bennünk él. Bennünk él szent lelke munkája által igéjében. De őt magát, a dicsőségben megjelenő Urat akkor látjuk meg, amikor érkezik, és így csodáljuk, hogy örvendezéssel mehetünk elé. Ha bűneink vádolnak, nem lesz örömünk. Ha Krisztus megmosott, megtisztított és közösségébe vont, akkor új életteret találtunk benne, és új élettér felé vezet minket, mert új ég és új föld világa érkezik. Új Jeruzsálem is érkezik. És meglátják az övéi az ő orcáját, színről színre, és az Úr világosítja meg őket, és országolnak az ő uralma alatt örökkön örökké. Ezek a négy
adventi vasárnap üzenetei. Fölolvasok egy verset Turmezei Erzsébettől. Kegyelem alatt, ítélet előtt. Eljön. Advent, szelíd zengésű üzenet. Eljön, eljön. Beteg, a gyógyulásod. Rab, a szabadulásod. Halott, az életed. Szomorú, most jön az öröm. Erőtlen, most jön az erő. Ébe járó hajnalra váró, föl kell a fény neked. Zendül az ég, zendül a föld, Isten izent. Eljön, eljön. Advent, advent. Advent, dörög rendíthetetlen, kemény királyi üzenetben. Eljön, eljön. Ha elkerülöd a mosolyban, eléd kerül, mint könny. Sikoltás. Ha a bölcsőben meg nem látod, utadat állja, mint koporsó. Eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelíd harangja, nem találhat szíven a hangja, ágyuk ádász tüzében hallod, ítélni rajtad majd e hangot. És romba dőlhet, minden oltár, elnémulhat zsolozsma zsoltár, házad küszöbén fog megállani, a munkazajban, léhadalban, vagy az éj titkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani. Eljön, eljön, ki nem kerülheted, ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod, hallod, mozdul az ég, mozdul a föld, Isten izent, eljön, eljön, advent. Advent. Tudjátok, amikor elolvastam az e-mailt és az e-mailben azt, hogy hát egy 5 percben körülbelül az karácsony öröméről, vagy hogyan mint éltem meg, óhatatlanul gyermekkoromnak a karácsonyi emlékei jutottak eszembe először, azután a katonai karácsonyi emlék, amikor távol a családtól, és azután az első karácsony, amikor már papként Balassagyarmaton voltam, bár akkor még ott volt mellettem a főnököm, Sági kanonok úr. Azután egészen más volt az a karácsony, amikor egyedül voltam már Nógrádon, egyedül, de mégsem magányosan, nekem karácsony szent éjszakái mindig örömmel töltöttek el. És most engedjétek meg, hogy ne egy ilyen élményt osszak meg veletek, hanem először azt, röviden, de amikor valakikkel beszélgettem, ők azt mondták, hogy nekik a karácsony nem. Van szirupos, meg olyan gicses, meg ők a hátuk közepére kívánják. Hallgatom őket, hallgatom. És aztán a következőt mondtam rá, hogy tudjátok, nekem karácsony mindig. Valami hihetetlen benső öröm, mert lényegében számomra minden szentmisében ez történik. A kenyér testé lesz, ugyanúgy, mint ahogy ott karácsony szent éjszakáján az ige a világra született, aki előtte Názáretben Mária igenyére testé lett. És számomra ez a karácsony öröme, és ez egy, Istennek legyen hála, eddig megvalósult öröm és élmény, adja jó Isten, hogy továbbra is így legyen. És záró gondolatként pedig hadd osszam meg veletek József Ratzingernek a gondolatait, és a végén pedig egy imáját. Mielőtt ezt megosztanám, egyháztörténelemből tudjuk azokat az időszakokat, amikor nem kettő, hanem volt, amikor három pápa is volt, és hát azok botrányok voltak. A mostani helyzet, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon előremutató, ahogy a két pápa is áthaladt az érgalmasság kapuján. És tőle idézem, a Krisztus előtt és a Krisztus után közötti határ nem külsőleg szeli keresztül a történelem idejét, és nem lehet fölrajzolni térképre, hanem saját szívünkön halad át. Amennyiben önzőn, önkeresőn élünk, ma is Krisztus előtt tartunk. De ebben az adventi időben kérjük az Urat, adja meg nekünk, hogy egyre kevésbé éljünk Krisztus előtt,
és még kevésbé Krisztus után, hanem igazán Krisztussal és Krisztusban. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél, köszönöm, hogy beléptél az életembe. Eljössz hozzám szent igéddel, a nekem címzett üzenettel, eljössz hozzám a kenyérben, amit nekem törsz meg a szentmisében, eljössz hozzám haláloddal, hiszen véredet értem mondottad. Minden út hozzád vezet, minden emberben téged szerethetlek. Maranata, jöjj el, Uram Jézus! Személyes élményként azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy gyerekkoromból őrzöm a karácsony fényét. Olyan csodálatosat nem lát felnőttként az ember, ahogyan a gyerekkora csillagszórói megmaradnak az emlékezetében. Olyan csodálatosan nem tudnak ezek a fényfüzérek égni, világítani, ahogyan a gyertyák égtek gyerekkorom karácsonyfáján a kis csiptetőkkel, hogy ügyesen kellett feltenni, hogy ne csurogja adánk a viasz, és ne gyulladjon fel semmi. És épp ezért, mivel megfakul felnőttként a karácsonynak ez a fajta fénye az ember lelkében, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk János evangélistára, aki azt mondja, hogy eljött a világosság ebbe a világba. És a világosság már fénylik a sötétségben. Sokszor mondják ránk, keresztjénekre, hogy túl sötéten látjuk a világot. És ezért kritizáljuk is, itt is hallottunk világi dolgokat, feslettséget, sok mindent az igéből. A napokban nyitva volt a televízió, és néztem a műsort, bejött a férjem, és megkérdezte, mi ez kék fény, nem híradó. Hát ha mi látjuk túl sötéten a világot, hát ilyen sötétségek jönnek felénk a napi hírekből. De eljött a világosság ebbe a világba, és Krisztus fénye a legsötétebb zugokat is be tudja világítani. És ez az a fény, ami az ő lényében megjelent ebben a világban, ami minden sötétséget gyógyít. A kapcsolatainkat gyógyítja, ahogy hallottuk, a betegségeinket gyógyítja. Nincs olyan sötét zug, amiben benne tudna világítani. Engedjük, hogy a világba érkezett világosság világosítson meg bennünket. És úgy tudjuk ezt engedni, hogyha Krisztusra nézünk. És próbáltam megkeresni azt, ami leginkább jellemző volt Krisztus mindennapjaira, és azt találtam, hogy az imádság, az a kapcsolat, amivel ő az Atyával egy volt. És ahogyan reggel félrevonult a pusztába imádkozni, ahogyan könyörgött szenvedésben, a Gecsemáné kertben, ahogyan mindennel és minden pillanatban az Atyával közösségben volt. Így kellene nekünk is imádságban megélnünk a mindennapokban a vele való közösséget. És én is hoztam egy verset, nem adventit, nem karácsonyit. Áprili Lajosnak a Imádkozom, legyek vidám című versét. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam, mosolyogjak, ha bántanak, és senkire ne haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon, legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el,
panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjogjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrásvízre leltem. Ködökben csillanó sugár, víg fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban. Személyes élményem advent karácsony kapcsán, gyülekezeti szinten. Amikor színdarabra készültünk a hittanús gyerekekkel, a gyermekbiblia körösökkel, a leghálátlanabb szerepet kellett ugye nekem vállalnom. Hát a Heródes szerepét. És a Heródesnek a megjelenése, különösen a betlehemi gyermekgyilkossággal kapcsolatosan, meg hát ugye az még engem is megrendített. Nem akármilyen élmény. Én azt gondolom, hogy felvállalni mindig a legnehezebbet talán azoknak az igazi feladata, akik leginkább tudják, hogy Krisztus mi mindent vállalt érettük, és mi mindent itt végbe érettük, hogy ettől a velünk született kegyetlen heródesi természettől is szabadok legyünk. Hát ilyen értelemben karácsonyi készülődések mindig nagy élmény, énekelünk és éneket tanulunk, mindig nagy élmény, és a családban. Családi élmények, két gyermekünk született úgy, hogy fenyőfa alá kerültek, mert az egyik december 14-i gyerek, a másik december 19-i. Tehát az is egy különös, sajátos öröm, amikor látni egy picin csecsemőt ott, és átgondolni, belegondolni, hogy hogyan alázta bele magát az örökkévaló ige, aki által van a mindenség, az emberi testbe. Csodálatos nagy ajándék, egyébként is a gyermek, de úgy látni benne azt az isteni csodálatos tervet, amely megmentésemre, megtartatásomra irányul, és talán még egy mindig igen nagy élmény számomra, ha gyermekeimet is hallom imádkozni. Gyermekeim is megfogalmazzák saját szavaikkal az imádságaikat, sőt, ha olyan gyermekem is szívét kiönti, és imádságban, hálával borul Krisztus elé, aki még addig ezt nem tette. Ezek óriási nagy élmények. És végezetül pedig, amikor hallom az ő bizonyságtételeiket a gyülekezetben. Mindenféle próbatételek között, amiket átélnek, munkahelyi, egészségi, mindenféle szempontból, csodálom a Krisztusnak bennük végzett munkáját, hogyan készíti őket is, és a gyülekezetünk más tagjait is az ő visszajövetelére. Hát legyen mindnyájunknak ilyen élménye is, de ne csak várjuk, lássuk mások életében, hanem mi magunk tegyük. És ne kapcsoljad ki, hanem együtt egyszerre mondjuk. Áldott, boldog karácsony kívánunk minden kedves hallgatónak, akik itt voltatok, és köszönjük, hogy együtt lehettünk ismételten.